A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Parázsasvárról az iratok először 1549-ben tesznek említést, és ugye az 1600-as években itt már nagyon jelentős üveggyártás történt, itt van nem messze üveghuta, a múzeum, meg lehet nézni ennek az ősi technikáját. Na de, ahhoz, hogy a kvarchomokból üveg legyen, ahhoz ilyen 1200-1600 fokos hőmérsékletre van szükség, és hogyha van autó, amivel ezt a hőmérsékletet elő lehet állítani, az egy 4 literes V8-as biturbo AMG Merci. És nem ez az erőltetett történelmi összefüggés, ami miatt idejöttünk, hanem a parázsasvári szerpentin. Mercedes sportautókban mindig rengeteg diszonancia volt, és talán ezért nem találtak utat a vevőkhöz. Ott volt például a modern Mercedes sportautók egyik alapköve, az SLR McLaren, ami hát Mercedesnek túlságosan McLaren volt, McLarennek meg túlságosan Mercedes, hiszen ott volt egy karbonkaszti fantasztikus futómű, mi egyéb, egy klasszikus 5-gangos hidrodinamikus automata váltóval. És a Mercedes hangsúlyozandó az exkluzivitást, 2500 darabban limitálta a gyártott darabszámot, a vevők hangsúlyozandó az érdektelenséget, 1400-at vittek belőle haza. És azóta próbálkoznak, én imádom az SLS-t, de valahogy az sem lett átütő siker, és ennek az autónak az elődje, az AMG GT, hát valahogy az se. Oké, hogy volt benne tortúb, meg volt benne dupla kuplungos sebességváltó, de valahogy egy nagy, kellemetlen, kemény durung volt, minden finomságot nélkülözve, amire mondhatnánk azt, hogy hát AMG fajta jelleg, de egész egyszerűen nem adta ki. A show jó volt vele megjelenni, jó volt vele tahóskodni, de amikor az ember felszabadult vele egy szerpentinre, egész egyszerűen nem állt össze. És a világ vicce az, hogy eltelt 7-8 év, itt van az utód, az AMG GT63 Firmatic Plus, és ez az autó 300 kilóval nehezebb, mint az a GTC Roadster, amit utoljára vezettem ebből a szériából, és földön túlian, pokolian jó, tehát nagyobb lett, nehezebb lett, és jó lett, és tudjátok miért lett jó? Mert Mercedes AMG, nézhetjük ezt a akárhonnan ezt a céget, hívhatjuk akárhogy a Fatterbach. Ez az autó az, amihez a Mercedes ért. Egy 4,7 méteres kupé. Csak közben a technika addig fejlődött, hogy egy 4,7 méteres kétülős kupé is lehet őrületes sportautó. Mert hogy ez az? Az autó neve azért néz ki úgy, mint a másodfokú egyenlet megoldó képlete, mert hogy Firmatic Plus, tehát ez az összkerékhajtásnak az a változata, aminek egy megfelelő metodikával itt a fülekkel kell játszani, meg nyomógombokkal, meg az érintőképernyővel le tudod kapcsolni az előrehajtást minden körülmények között, bejön az úgynevezett drift mód, és olyankor aztán nagyon el lehet ereszteni az istvángot, de én ennek a kipróbálását versenypályán kívül, megmondom őszintén, hát ahhoz én hurka vagyok. És hogy az üveggyártás meg az irdatlan hő ne csak véletlen keveredjen ide, tekintsük meg az M177-est, így hívja a Mercedes, mi csak hivatkozzunk rá úgy, hogy a 4 literes biturbo V8, ami egy AMG motor. Ott voltam ennek a motornak a bemutatóján 2018-19 környékén Svájcban, amikor az S-osztály a modellközi frissítésnél megkapta ugye az előző széria. Ugye akkor lett az 500-asból egy sorhat biturbo, és akkor lett az 580-as típusjelzés egy 4 literes biturbo. Ugye az az M176, ami ennek a benyugtatózott változata, ez az M177, ez a hardcore AMG változat, és van az M178 száraz kartereskedéssel versenycélokra, de ebbe most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy az autó már 60 perce állt, amikor kinyitottuk a géptetőt, és még mindig nem lehetett megfogni a műanyag burkolatot. Annyira istentelen meleg van. Egyrészt ugye elég benne 15, 6, 7, 8, 9, 20, 21 liter benzin, másrészt meg becsapták a turbófeltöltőket a hengerek közé. Nézd meg, itt van a motorvezérlő az oldalán, és még a motorvezérlőnek is van egy hűtőköre. Vizes intercoolerek, mindent megtesznek a jó gázreakció érdekében, és egy motor, egy ember, ugye egy ember szereli össze. A Fatterbach van, handcrafted by Fabrizio Rosetti, tehát egyszerre jeleltünk meg vele a német és olasz autós találkozón is igazából, mert hát ez nem tűnik nekem egy tőzsgyökeres német névnek. Valószínűleg nem a Ruhrvidékről vagy a Fekete Erdőből származnak az emberünk ősei. Na de Fabrizio jó munkát végzett, az autó
mentes minden elektromosságtól és hibridségtől, pincétől a padlásig, toll. Tényleg 1500-nál így elkezd beletolni az ülésbe, aztán valahol így 5000-6000 környékén ellankad. 580 lóerő, 800 Nm, mindenre, bármire, akármire elég, és tényleg ez az autó, ez az érzés is olyan, hogy el akar olvadni, annyira megy, meg hát amikor megállsz, és így rövid nociba ácsorogsz mellette, akkor egy kicsit nem tudsz körülötte úgy megállni fél méterre, hogy ne pörkölj a lábadat, de ez az egész. Hát van egyfelől valami szomorú abban, hogy ilyen hőveszteséggel dolgozik egy modern benzinmotor, tehát ezek ilyenek nyilván, de és van benne valami nagyon férfias, nagyon gépi, nagyon szerethető, mert ennek hője van, szaga van, izgalma van, amik ilyen kis apró kapcsolódási pontok ez az egészhez, és emiatt csodálatos. Napok óta járok ezzel az autóval, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy egész biztosan nem nekem szól. De közben nem lehet eltagadni a nagyszerűségét és a zsenialitását. Bár nem olyan, mint egy 911, de közeledik az élmény a közvetlenségben és a játékban ahhoz, mint amit egy 911 ad. Egy pillanatig nem zavaró az összkerékhajtás, extrém módon hátra súlyozták. A sperdifi, ami benne van, az egy rendes mechanikus sperdifi, amit elektromotor változtatja az előfeszítését, még gyorsabban tud reagálni. Gázra beteszi az orrát a kanyarba, fékre, tótelgastás, és tényleg a fék, hát a hossz szívem szerint egy külön ódát írnék, zseniális ez a fék, mert ugye olyan féket nagyon sokan tudnak csinálni, ami fog, mint a zöld festék, de ez a fék, ez adagolható, és finoman, nyilván itt a Mátra szerpentinjeink ülve fel sem merül, hogy elmelegszik, mert hát ez tényleg a Hungaroringre van kitalálva, vagy hát nagypályákra, de amikor csak így tényleg lendületőrzéssel megyünk ezzel az istentelen batárral, és kihasználjuk a tapadást, hogy ne kelljen a kanyaroknál lassítani, akkor tényleg ez a személyi autófék, ez nálam benne van a top 3-ban. Az adagolhatósága, a nyomáspont érzete, nem by wire, 420 mm-es féktárcsák vannak elő, 420 mm-es karbonkerámia tárcsák, rajta 6 dugattyús nyergekkel. Az, hogy én most ilyen teatrálisan tudok itt tehénkedni, az a Mercedes filozófiaváltásának az eredménye. De komolyan, ugye az ennek az autónak az elődje, az AMG GT, az egy úgynevezett transaxle építésmódot követett, vagyis elő volt a motor, betolva az első tengely mögé, és utána volt egy úgynevezett torque tube, ez egy magnéziumból, az extrémebb változatoknál mellesleg szénszából készített cső, amivel összekötötték a hátsó tengelyre épített dupla kuplungos váltóval a motort. Így kaptak egy meglehetősen együtt mozgó, kompakt, merev hajtásláncot. Na most azzal az a probléma, hogy ugye egy dupla kuplungos váltó nem kicsi, ellenben nagy, emiatt azoknak az autóknak jelzésértékű volt a csomagtere, és nem lehetett beléjük hátsó ülést rakni. Mellesleg a hátsó ülés az ebbe az autóba is egy opciós tétel, tudott kérni ezek nélkül is. Viszont azáltal, hogy a Mercedes elengedte a hardcore sportautót, és sokkal inkább elmozdult a túraautó felé, vagyis fölcsavarozták a 9-sebességes automataváltót a turbomotorra, és a hajtást hátra egy kardán hozza az amúgy elektronikusan vezérelt sperdifibe. Még mindig vannak disznó nagy futómű elemeink, hiszen ezekben a dobozokban itt nincs semmi, csak futómű, de marad érdemi csomagterünk, 400 liter, ami elég sok, és ha ledöntöd ezeket az üléseket, akkor pedig több mint 650, tehát ebből is azt érezni, hogy ennek az autónak alapból változott meg a célja. Amúgy nem volt egy rossz sportautó az AMG GT. A GTR Pro alváltozat még a 911 GT2 RS-nél is gyorsabb volt a Nordschleife-n, ami egy nagyon-nagyon súlyos állítás. A Porsche-nak az hazai pálya, tulajdonképpen az önmaghatározásuknak az alapja a Nordschleife köridő. És a Mercedes gyorsabb tudott lenni. Egész egyszerűen csak nem volt olyan jó őket vezetni, mint egy Porsche-t. És ezek szubjektív megélések, a stopper más mutat, de mégis most talált magára a Mercedes, hogy ebből az autóból csinált egy nagy utazó kupét, aminek tényleg eltagadhatatlan a sportossága. Ami nagyon durva flash amúgy, hogy állítólag egy felnőtt férfi biciklit kiszedett elsőkerékkel bele lehet ide tenni, és nyilván nem én lennék, ha nem próbálnám ki, de ez itt 100.725.000 forint, és hogyha mondjuk a YT Jeffsy-nek a pedálja itt odakoczanna, az egy erősen forintosítható sérülés lenne, és egyrészt csóró vagyok, másrészt egy szép tárgyban az ember nem akar kárt tenni.
és ha már filozófiai váltás, a váltónál is volt egy váltás. Ugyanis az AMG GT előző szériája még dupla kuplungos váltóval futott, ott volt a két hátsó kerék között. Ebben viszont már egy 9-sebességes bolygóműves van. Hát családját tekintve nagyon közel áll ahhoz, amit mondjuk egy 2 literes dízel C vagy E osztályba tesznek. De nagyon-nagyon fontos különbség, hogy míg azok wandleres, tehát turbinás automaták, ilyen olajkavargatósok, mint a fritőz, ez egy olajban futó, több tárcsás kuplungcsomaggal oldja meg a kapcsolatot a motor és a váltómű között. Ezt a kuplungcsomagot tudják vezérelni különböző hevülettel, tehát ilyen lehetnek ilyen villámgyors, kicsit hátbarúgós váltások, hogy azt érezd, hogy racse van, és az autó komfortmódba tud azzal a finom spéttel működni, mint az összes merci, hogy lenyomod a pedált, vihar előtti csend, aztán a nyakadba szakad az egész miskulancia. És ezzel a kuplungcsomaggal ezt meg tudják oldani. A Mercedes MCT-nek hívja, tehát Multi Clutch Transmission, ami abból a szempontból meg is áll, hogy igen, ez egy több tárcsás kuplungcsomag, de ugye sok gyártó van, ami MCT-nek hívja a dupla kuplungos váltóját, ez nem az, tehát nem az történik, hogy tulajdonképpen két manuális váltó van egymás mellett, és azok között a kuplungokkal váltogat az elektronika, nem, ez egy bolygóműves automata egy hagyományos kuplungcsomaggal. De baromi jól működik. Érdekes ez a trend amúgy az egész autóiparban, ha megnézitek például, a BMW az aktuális M3-nál is simán elhagyta a dupla kuplungos váltót, és a helyére egy 8 HP-t rakott, egy hagyományos hidrodinamikus váltót, amit felprogramozott a sportos használathoz. Egész egyszerűen az van, hogy már nem kell a nagy, nehéz, bonyolult dupla kuplungos beépíteni, mert idáig fejlődtek a hidrós váltók, hogy már ezt a felhasználást is megoldják. Nem egy különösebben élő kormány, de rendkívül pontos kormány. És az a 2,5 fokos hátsó kitérés, amit az összkerék kormányzás ad, ilyenkor mutatkozik meg, hogy pokoli stabil lesz az autó. És egy kicsit talán az is a baj vele, hogy lassúnak érződik körülötte a világ. Tehát ilyen 120 körül egy ilyen szűk szerpentinen megérkezik a komfortzónájába, és onnantól meg csak rajtad múlik, hogy elvállalod-e a kanyart, vagy nem. De nagyrészt inkább elfordul, mint nem fordul el. Legalábbis ma még nem tapasztaltuk olyat, hogy ne fordult volna el, hát ez egy meglehetősen drága kör lett volna. Ha egy szóval kéne elmondanom, hogy mi ez az autó, akkor azt mondanám, hogy egy feltupírozott SL Merci. Mert tényleg, ugye az SL Merci most egy nagyon modern, nagyon finom alumínium struktúrára épül, és ez az autó tulajdonképpen azt használja, csak nagyobb méretben, eszméletlen sok változtatással, ilyenekre gondoljatok, hogy például az első és a hátsó bölcsőnek a szilentjei lényegesen keményebbek, mert hát egész egyszerűen nagyobb terhelésre méretezik az egészet. És ezért tehetik meg azt, hogy az SL Merci annyi év után ismét vászontetős, mert nem kell egyszer s mint keménytetős kupét is csinálni belőle ilyen össze-vissza csomagolós robottetővel, mert hogy van belőle egy keménytetős kupé, úgy hívják GT63, vagy GT53, vagy GT55, de ezekről majd később. Szóval a lényeg, hogy ezeket az autókat gyártani hatalmas költség, és nincs belőlük volumen, nem adnak el belőlük sokat. Ezért a Mercedes kifejleszti ezt az alumínium platformot, és elsüti két autó alá is, mint az SL és mint a GT. Tök jó, mindenki nyer. Lehet venni kaliforniai nyugdíjasként SL Mercit, és hogyha még 10 évvel fiatalabb vagy, akkor meg vehetsz magadnak AMG GT-t. Ezzel az autóval a Mercedes, vagyis hát a Mercedes AMG nem titkoltan a Porsche-ra céloz, azon belül is a 911-re. Na most értem, pont annyival több ez az autó súlyban, méretben egy Porsche-nál, amennyivel egy Mercedes-től többet vár a vásárló, de én azt gondolom, hogy a 911 még mindig egy jobb és élesebb sportkocsi, még akár szerényebben motorizált változatokban is. Ellenben ilyen autót meg nem kínál a Porsche. A Porsche-ban, ami mekkora tér van elől, ami ennyire jó messzire menni, azt a Porsche már Panamerának hívja. De ettől függetlenül nagyon megvan még mindig az a kettősség, hogy sportautó és túraautó, csak eddig úgy volt meg a kettősség a korábbi modellekben, hogy a Mercedes beült két szék közé a földre. Ezzel az autóval viszont azt érték el, hogy sosem volt még ennyire jó mindkettőben a Mercedesnek ez az autóosztálya. És nagyon tisztelik a Porsche-t, nagyon nagyra tartják, de szerintem ebben a kettősségben, tehát hogy utazóautó, sportautó, most ez konkrétan jobb, mint egy 911. Mert igen, egy 911-el sokkal jobb köridőket fogsz menni, ellenben amikor mész az autópályán 180-nal, és befekteted egy hosszú ívbe, és így nekiemeled az orrát a horizontnak, azt ez...
azt ezt tudja igazán a puszta méreteinél fogva. És akkor átteszed Sport Plus-ba, azt mondod neki, hogy manuális váltás, és jön a terror, de itt már az autó tényleg nagyjából mindenen túl van, ami közúton épésszel átfogható. Érdekes ez a hang, mert egy kicsit átverve éreztem magam, hogy hát nyilván egy V8-as nem tud rosszul szólni, még a turbók sem tudják megfojtani a hangját. Viszont itt azt a trükköt követte el a Mercedes, hogy mikrofonokkal fölveszik a kipufogó hangot, és ezt bejátszák az utastérbe egy kicsit átkeverve, megváltoztatva. Ami hát, hogy mondjam, így az alkoholmentes sör érzetét kelti, egészen az első visszaváltásig, amikor meg nem jön az önfeled szőnyeg bombázása hátul mögül. Hogy, és mondtam ugye, hogy komfortmódban benne van az a Mercis Pét, hogy gázt adsz neki, és hagy egy kis időt gondolkodni, mielőtt kirántja az agyadat a seglyukadon át. Hát, amikor föltesszük sportmódba, és így elkezd az egész így nagyon vad lenni, akkor a Spét eltűnik, akkor csak tűzerő van, és váltás. Ez az általános jóság nagyrészt amúgy a futóműből ered, nincsenek nagy csodák, elő a kettős kereszt lengőkar, hátul sok lengőkar, ez egy Mercedes, egy hosszmotoros Mercedes, ilyenek már 30 éve. Na de, elszakadnak a hagyományos megoldásoktól, mert nincsen benne stabilizátorrúd, nincs stabrúd. Ugye ennek az a dolga, hogy amikor az autó megbillen a kanyarban és beül az ív külső futómű, akkor onnan ezzel a rúddal átvezetnek egy kis erőt az ív belsőre, ezzel csökkentik az autó dőlését. Erre itt nincs szükség, hiszen egy olyan aktív futómű van alatta, szolenoidokkal, tehát elektromos mágnésszelepekkel, amivel monitorozzák másodpercenként nagyon sokszor az aktuális állapotát a kasszinak és a futóműnek, és ki tudják kompenzálni ezt a dőlést pusztán ezeknek a szelepeknek a megvezérlésével. És ezt a kereket most itt kitekertem, és ezért látszik, hogy mennyire brutál lehet a csap hátra dőlése, hogy kitekert állapotban ennyire megdől a kerék. Ezért van az, hogy 295-ös kerekünk van elő. Szóval, hogy amikor az autó beterhel kanyarban, akkor nem a szélét darálgatja, hanem rá tud tenyerelni szépen a teljes futófelületre, és nagyon szépen tud kanyarodni. Van összkerékkormányzásunk is, a hátsó keréken mindössze 2,5 fok, ennek ellenére az autónak hatalmas a fordulóköre, mert nagy a tengelytáv, ugye ez kell az értelmezhető utastérhez. Viszont nagy sebességnél, amikor szűk íveken mész, akkor eszméletlen stabil tud lenni. Ez nem arról szól, hogy csökkenjen a fordulókör, hogy kényelmes legyen vele parkolni, ez arról szól, hogy irgalmatlan stabil legyen a kanyarokban. És ha már a gumik, Pilot Sport 5 MO specifikáció, Mercedes Optimized, a hátsó gumik darabja 300 ezer forint. Most 10 ezer kilométer van az autóban, és az a gumi, hát az már a kutyáké. Közlekedni ezzel az autóval, főleg nem jó úton, egy olyan érzés, hogy azért érezteti, hogy nagyon durva technika van alatta, tehát tényleg súlyos vasak, illetve súlyos alumínium darabok rángatóznak össze-vissza, kemény szilentekbe csatlakoznak be. Érzed, hogy egy komoly gép van körülötted. Viszont amikor kiérsz egy ilyen sima útra, akkor az összes ilyen kellemetlen rángatás és zörej megszűnik, és minden értelmet nyer. Például, ugye már beszéltünk ezekről a darabonként 300 ezeres gumikról, amik Mercedes specifikációjúak, tehát az oldalfaluk és a futófelületük úgy van kitalálva, még a Pilot 5S szérián belül is, hogy ehhez az autóhoz tartozunk, és ez pokolian átjön, hogy mennyire együttműködik a gumi a futóművel. Nem egy kommunikatív kormány, nem üzen vissza sokat, viszont nagyon jól érezni a tapadás határt. És amíg sima az út, addig a 2 tonnából legalább 500-at elmaszkol, a problémák akkor kezdődnek, amikor jönnek a repedések, vagy ilyen kis frekvenciájú rázkódások, mert akkor bizony ez a 2 tonna elkezd arrébb táncolni, hiszen az ennyire extrém gyors és apró mozgásokat szolenoid változtató csillapítás ide vagy oda egyszerűen nem tudja kimozogni. Azért először kicsit szíven ütött ez a 100,8 millió forintos ár, mert hát 100 millió 725 ezerből meg tudnám venni a házamat 5-ször, ha nem a bank vette volna meg, de ez most nem tartozik ide. És hát volt nálam ennek az autónak az elődje, a GTC Roadster, ami akkor volt nagyjából 70 millió forint, és figyelembe véve ezt az inflációt, azért hát 5-6 évvel ezelőtt ez egy 70 milliós autó lett volna, hát
De mivel német, ezért nyilván az extrákon keresünk igazán durvákat, tehát 82 millió forint az alapár, de hogyha mondjuk szeretnél egy ilyen szép fényezést, az 3 millió forint. Tegyük fel, hogy egy kisebb motoros verziót veszel meg, amihez nincs alapáron karbonkerámia fék, az 3,7 millió forint. Az, hogy ez a karbonkerámia féknyereg, mármint a karbonkerámia rendszerhez tartozó féknyereg ne aranyszínű legyen, hanem fekete, az 330 ezer forint. A Technogeld, tehát a Technoarany felni, az 2 millió forint, és ezek így szépen pörögnek, kérhez hozzá Nike csomagot, karbon csomagot, króm csomagot, minden egyebet, tehát kopnak a százezrek elég súlyosan, de például kérhez hozzá fix aerodinamikai csomagot, amivel eltűnik a kiemelkedő hátsó szárny, és egy fixen kerül az elére, de elől például van egy 4 centit leereszkedő légterelő elem, amivel nagy sebességnél egy még jobban tudja stabilizálni az autót. Viszont van egy olyan extra, 900 ezer forint, amit nem szabad kihagyni a GT63-ból, meg a kisebb változatokból sem, az a nose lift kit, vagyis meg tudja emelni az autó orrát, hogy ne fájjon vele átkelni egy fekvő rendőrön a belvárosba. És kipróbáltam, tényleg nem fáj vele átkelni. Ez egy nagyon komolyan vehető autó, nincs szüksége cukormázra és megjátszásra, de sajnos van. Nem tudok mit kezdeni ezzel, teljesen jó az a tablet, engem nem zavar, ahogy ide tették, teljesen jó az op-rendszer, eldöcög, minden frankó. Csak tényleg az a bajom, hogy ugye ez az autó azért tud annyira jó lenni mindkét feladatra, mert nagyon széles tartományban állítható a hajtáslánc és a futómű is. Elnyomjuk az AMG gombot, és akkor itt nyilván vannak a fő beállítások, mint komfort, sport, sport plusz vagy individuál, és ezeken belül mi még magunknak tudunk egyéb beállításokat varázsolni, tehát ha mondjuk nekünk az a mániánk, hogy komfortmódban szeretnénk haladni keményre hangolt futóművel, hát akkor azt is megtehetjük. Hurrá! Aztán, hogy ne kelljen feltétlenül oda nyúlkálni, hogy a helyzet van, akkor mindezt megtehetjük a kormányon is, tehát elénk ugrik egy szerpentin, és hopp, átkattintjuk Sport Plus-ba itt, mert hogy van a kormányon is digitális kijelző, színes ez, tehát nagyon kell. Viszont, hogyha ez sem lenne elég, és bizonyos funkciókat még gyorsabban kéne behozni, akkor szintén van itt a túloldalon egy digitális kijelzőnk dedikált gombokkal, tehát hogyha meg akarnám emelni az autó orrát, akkor megtehetem. Ez nyilván változik attól függően, hogy éppen milyen menetmódban vagyunk, tehát mondjuk gurulunk az úton, elénk ugrik egy óvodás csoport, szeretnénk nekik egy kis kultúrmissziót adni a röfögő V8-al, akkor kinyitjuk a kipufogót. És röfög. Ha szeretnénk kultúráltan távozni vasárnap reggel a templomból, akkor meg elzárjuk. De például, amikor itt verettem a szerpentinen, sokszor belenyúltam a váltóba, hogy ne váltson el, mert nem volt jó fokozatban, stb. Akkor például itt felajánlotta, hogy áttehetem egy kattintással a váltót. Sportmódba, amikor meg püföli szépen a limitert, és nem gangol el. Tehát ez nekem egy kicsit sok. Túlzás, cukormáz. Emlékszem, a 212-es E63 AMG-ben itt volt egymás mellett három vagy négy kis tekerőkapcsoló, szépen fizikailag bekattintottad, vagy éppen a GT-ben nyomógombok voltak ugyanezekre a feladatokra, és annyival emberibb, annyival valódibb volt az egész. És tényleg ez nem az az autó, amikor csinálnak egy felfújt hot hatchet, és meg kell csinálni a színházat ezekkel a dolgokkal. Ez egy valódi autó, és egy kicsit okafogyottnak és erőltetettnek érzem, hogy ezeket a funkciókat amúgy így érjük el, és így csináljuk meg. De tényleg legalább jól ki van találva, tehát tényleg nagyon hasznos az, hogy mész az autóddal a sportmódba, hopp, eléd ugrik egy fekvőrendőr, akkor gyorsan felpattintod az elejét egy direkt programozható gombbal, ez tényleg hasznos. Csak egy kicsit sok, nem passzol ehhez az autóhoz. Illetve hát az autó is nagyon sok, csak pont a cukormás sok. Azért ez egy picit méltatlan, hogy még ez az autó is így 100 millió forint környékén tud zörögni. Nem csak úgy, hogyha az ember indokolatlanul megrángatja a dolgokat, hanem például a kilincsnél, amikor behúzom az ajtót. És megmernék esküdni, hogy mintha a sofőr ülésnek lenne egy ilyen minimális holtjátéka, így mozogna alattam, ami abban a brutális kanyarsebességben, amit el lehet vele érni, bizony érezhető. Valahogy mindig a 911 jut eszembe, mert ez tényleg még a gyáriak is elmondták, hogy az etanol, az etalon, de
nem kell ezt feltétlen hasonlítani, ez az autót, nem kell mindig mindent hasonlítani, ez csak így simán a saját jogán is lehet jó, és nagyon jó. És még mindig azt érzem, hogy az autó a két szék között van, mert sportautónak az én ízlésemnek túl erős, túl nehéz, túl bunkó. Utazóautónak meg hát túlságosan sportautó. Viszont most ez az autó nem leült a két szék között a földre, hanem így levitál köztük, mint egy jógi. Mert persze van jobb sportautó, van jó utazóautó, de ennyire jól a kettőt egyszerre, hát nem tudom, hogy tudja el más autó. Talán a Ferrari lényegesen drágábban. Szürreális, tényleg szürreális. Ahogy megmelegszenek a gumik, és ahogy olvasható az út az egésszel. Csodálatos. Nem nekem szól. Ez az autó egyértelműen nem nekem szól. Nem tudnám meghatározni, hogy kinek szól. De nagyon fogja imádni. Nagyon fogja imádni. Műszakilag ez most oda lett rakva, a pénz el lett költve, a macska fel lett mászva a fára, hogy még mondjak ilyen szépeket.